Sok szeretettel köszöntöm a Weekend nézőit. A mai műsorban beszélgetünk majd tehetséges diákokkal és mentoraikkal, valamint számos izgalmas programot is kínálunk majd önöknek. Elsőként egy jótékonysági táncestet, amelyet az Állatbarát Alapítvány javára szerveznek. Én erről már megmondom őszintén, hogy hetek óta tudok, hiszen Rácz Erika fölhívott azzal az ötlettel, hogy mit szólnék hozzá, ha én lennék a műsorvezetője ennek az estnek, és ugye én a reflexes táncesteket már évek óta nagy szeretettel konferálom, úgyhogy most egy ilyen közös projektről fogunk beszélgetni, de a részleteket én magam sem tudom. Magát, a motivációt, Erika, hogy jött az ötlet, hogy éppen az állatok javára táncoljanak a reflexes lányok? Igen, ezt már nagyon sokszor megkaptam ezt a kérdést, hogy hogy jött ez a nagyon jó ötlet. Hát a rövid válasz annyi, hogy érzékeny vagyok a témára, hogy érdekel a dolog, követem a alapítványnak a munkáját a közösségi oldalon, és úgy gondoltam, hogy egy like vagy egy megosztás az nem minden esetben segít. És min van nekem, nincs fatelepem, hogy mondjuk fel tudjak ajánlani kutyaház építésre faanyagot, mi az, ami nekem van. Van egy nagyon jól működő tánciskolám, csodálatos gyerekekkel, rengeteg szülővel a háttérben, akik maximálisan segítik a munkámat, és akkor kérdezgettem, mit szólnátok, hogyha csinálnánk egy ilyen estet, és hát nyilván ilyenkor, amikor beszélgetünk, kiderül, hogy te is, ő is, én is, milyen jó lenne, hogyha segítenénk, hát akkor megkeressük a megfelelő társakat hozzá, segítőket, barátokat, akik tudnak segíteni abban, hogy egyáltalán ez létrejöjjön, hiszen kell hozzá, ha segítség egyedül nem megy. És a Művöldési Központtól nagyon komoly segítséget kaptunk a helyszín leszervezésében, és azt gondoltam, hogy ne csak a reflex lépjen fel ezen az előadáson, hanem egy kicsit színesebb legyen, ne csak modern kortárs táncot láthassanak a nézők. Behívtam, meghívtam vendégként a Szabolcs Néptánc Együttes, illetve a Street Dance Cool tánc együtteseket is, és hát mint kiderült a két vezető Ágoston Ildikó személyében és Kusni Nagymarcsi személyében is állatbarátokra találtam, úgyhogy első szóra nagy örömmel, és hát nyilván ők is kiveszik belőle a részüket, hiszen ők is árulják a jegyeket, és itt most nem árulok el titkot, nyilván az a cél, hogy megteljen, és egy teljes teltházunk legyen, és akkor így már tudok segíteni a lájkokon kívül. Ez nagyon érdekes, ugye, mert van egy nemes cuki ügy, mert ugye azért a kis négylábúak azok mindenkiben felébresztik, hát legalábbis a jó emberekben biztosan felébresztik ezt a gondoskodást, és ugyanakkor meg, ha azt nézem, hogy a különböző művészeti ágaknak is egyfajta kohéziója, egy ilyen összetartozás, végül is mindannyian művészek vagytok más-más területen, és együttért együtt táncoltok, tehát hogy mindenképpen sok rétű ez a történet. Évi, azért úgy gondolom, hogy sokan mozdulnak meg az állatokért, mindenki tényleg azt teszi hozzá, amilyen van, és az elmúlt időszakban is voltak események. Ez mennyire lepett meg titeket, hogy most a táncosok állnak a színpadra a kutyusokért, cicákért? Nagyon meglepett minket, megmondom őszintén, hiszen egy olyan csapattól jött tulajdonképpen ez a felajánlás, akire én azt gondolom, hogy méltán lehet büszke Nyíregyháza, és mindig nagyon örülünk, amikor olyan cégek, vállalkozók, társaságok, bárki mellénk áll, akiknek azért neve van, híre van ebben a városban. Nagyon keményen dolgozunk azon, hogy az Állatbarát Alapítvány egy olyan része legyen a város életének, akire ugye egyrészt számítani is lehet, illetve az emberek érezzék azt, hogy tulajdonképpen az ő segítségükkel létezhet ez a menhely. Erről ugye nagyon sokszor beszéltünk már nagyon sok fórumon, hogy 130 férőhelyen folyamatosan 200 körüli a létszámunk, rengeteg pénzbe kerül a gyógyszerezés, az etetés, a menhely fenntartása, és tulajdonképpen a nyíregyháziak, illetve a támogatók nélkül mi nem létezhetnénk. Úgyhogy tényleg hatalmas meglepetés volt, de nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ránk gondoltak Erikáik. Nem tudom, mert végülis nem beszéltünk erről Erikával, de ahogy te most beszéltél Erikán, látom, érzem, hogy azért ő
volt kinn és látta a körülményeket, vagy legalábbis valahogy követted ezeket a dolgokat. És az jutott eszembe, hogy azért nagyon sokszor hallunk az Állatbarát Alapítványról, ott van a köztudatban, de mégis nagyon kevés ember az, aki kimegy és megnézi, hogy tényleg ez most hogy is néz ki a valóságban, hogy most hány kutyus van ott, nem tudom, x nézetméteren, vagy egyáltalán mennyire hálásak, amikor valaki kiviszi őket sétálni. Egy ilyen táncestem például. Elképzelhető az, hogy közben akár egy kis kiállítást, vagy valamilyen módon, aki odajön a táncosok miatt, esetleg belelásson egy picit a ti életetekbe, vagy ez most már valami tovább gondolása az esnek, és én most itt tippeket adok. Csak el tudom képzelni, hogy lesz olyan ember, aki soha életében nem megy ki, vagy nem is menne ki, de lehet, hogy valamiféle gondolat felébred benne, és rendszeresen támogatja majd mondjuk az alapítványt, hogyha ott lát egy-egy kutyus képet, vagy nem is tudom, van ilyen elképzelésetek? Konkrétumról még nem beszéltünk, de azért nyilván van még azért egy kis időnk erre, úgyhogy abszolút semmitől nem zárkózunk el, illetve hát biztatnánk is a nyíregyháziakat, hogy jöjjenek ki hozzánk, mert az az igazság, hogy nagyon sokszor megkapjuk azt, hogy amikor kijön egy ember és élőben látja, hogy elképzelni nem tudták volna, hogy néz ki ez a menhely, és nagyon sok ember köztudatában az él, hogy a menhely az valami rettenetesen borzasztó hát dolog. Igen, olyan, így van. Így van, tehát hogy rácsok és szomorú kutyusok és éhezés és sovány kutyák és ilyesmi, és bárki kijön hozzánk, főleg a mostani időben, amikor azért nagyon nagy hangsúlyt fektetünk már arra, hogy szépüljünk, épüljünk folyamatosan, és rendszeresen úgy mennek el tőlünk az emberek, hogy hát ezt azért nem gondolták volna, hogy ilyen is van, és nem gondolták volna azt, hogy ilyen jól vannak tartva az állatok, hogy csóválnak, hogy látszik rajtuk, hogy jól érzik magukat, nyilván a körülményekhez képest jól érzik magukat, hogy lehet nálunk sétáltatni, hogy ki lehet vinni a kutyákat, ismerkedni, örömet tudnak okozni fizikailag is, nem csak az adományokkal, hanem úgy azzal is, hogy személyesen ott vannak a kutyákkal, úgyhogy mi biztatunk mindenkit, hogy jöjjenek ki, mert nem olyan borzasztó az a hely, mint amilyennek sokan elképzelik ezt. Sőt, Erika, te a reflexes estekre már sokszor hívtál meg zenészeket, régi táncosokat, úgyhogy ez is egy különleges este lesz. Esetleg a koreográfiákban valahol visszajön az, hogy itt állatkákról lesz szó? Valamilyen állatos koreográfia lesz? Nem, gondoltam rá, hogy ezt megkapom ezt a kérdést, de szándékosan nem készült ilyen koreográfia, mert túl didaktikusnak találnám, és sokkal, tehát nem akarom annyira elgagyizni ezt a dolgot, a lényegét, a mondani valóját, hiszen egy nagyon erős kortárs zenére készült gyönyörű koreográfia sokkal, és ez akár 8 éves, 6 éves gyerek testén, lábán is működik és él, sokkal többet ad, mint hogyha cicajelmezbe kijönnének, és jaj, de édesek, jaj, de aranyos. Tehát nem ad többet hozzá, hanem én úgy gondolom, hogy a szakmaiság az sokkal jobban megérinti a nézőket, mint hogy a kis cicafarkat, ahogy sok esetben látjuk. De a táncosok csóválják a cicafarkat, hanem az ott levő kutyusok csóválják majd a farkukat. Elégedettem, hogy milyen nagyszerű rendezvényt hoztatok tető alá. Tehát november 17-e művelődési ház, és a jegyeket esetleg itt a helyszínen a művelődési házban. Akkor kezdődik az előadás, és ha reméljük, nagyon sokan jönnek és érdeklődnek, akkor az előadás előtt tudják megvenni a jegyeket a helyszínen. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, mi pedig hamarosan folytatjuk fotókiállítással.